Sziasztok, én Tomi vagyok, ez pedig a 10. generációs elektromos rollerem, méghozzá a GT Sport, amit én már egy éve használok, és több mint 1300 km van benne. Fontos megemlíteni, hogy ez a verzió még az első szériás, ezt már nem lehet kapni, lett egy javítás, ez pedig már a második szériás, amit már ti is meg tudtok vásárolni. Hát lettek benne jobb dolgok, kevésbé jobb dolgok, de beszéljünk majd a videóban róla. Na de vajon ez is olyan legendás Etov roller lesz, mint a többi, vagy pedig csak egy szörnyszülött lesz? Ebben a videóban kiderül, engedjétek meg, hogy egy kicsit meséljek, én már több éve használok Etov elektromos rollereket. A legelső boosterem a lipoakkumulátoros booster volt, egy gyönyörű fehér színű, amiben több mint 7510 km-t sikerült beleraknom. Hát aztán gyengült az akkumulátor, és úgy gondoltam, hogy eljött az ideje, hogy lecseréljem, így megvásároltam a booster vémet. Abba is nagyon sok kilométert sikerült beraknom, abban már több mint 15.000 kilométer van, ami egyébként tökéletesen működik a mai napig is, az akkumulátor kapacitása is bőven 80% fölött van. Aztán megérkeztek a GT szériák, megmondom őszintén, nekem a GT szériák annyira nem tetszettek, nem voltak jók hatótávban, és picit gyorsabbak voltak, mint a Booster V, úgyhogy úgy gondoltam, nem is fogom lecserélni. De milyen a Booster V, ezért már mondjuk úgy, hogy múzeumi darab, ezért most eljött a pillanat, és megvettem a GT Sportot. Na de beszéljünk erről az újabb szériásról, úgyhogy ebben a videóban tartsatok velem, és a GT Sportot fogom nektek bemutatni. Ha még nem iratkoztatok fel csatornámra, akkor kérlek szépen ezt tegyétek meg, illetve várlak titeket a Facebook csoportba is, az Elektromos Roller közösség néven megtalálhatok minket, ahol elektromos rollerekről, kiegészítőkről és minden hasonló dolgokról szoktunk csemegézni, beszélgetni, szóval tartsatok ott is velünk. Na de nézzük is a GT Sportot! Ahogy említettem a videóban, ez a roller az Etovnak a 10. generációs Etov rollere. Dizájnban óriási változások nem történtek, nyilván kaptunk egy új szint, ami tök szuper, viszont a többi újítást azt belül kell keresnünk. Én az első generációsot használom még ebből a GT Sportból, van tempomatom, viszont az újabb szériában már nincs tempomat, szóval azt ne is keresitek. Az Etov GT Sport maradt 700 watt teljesítményű, akárcsak az előző GT szériák. Három újítást kapunk, új szín, nagyobb aksi és 10%-kal nagyobb teljesítmény. Sebességre 46 km/h, hatótávban kb. 25 és 35 km megtehető hatótáv, amit a sebesség nagyban befolyásol. Az akkumulátor kapacitás változott, 7,8 Ah helyett 9,6 Ah-t kapunk. Az elektromos fék, a hátsó dobfék és a sárvedő fék szintén megmaradt. A roller súlya 13,2 kg, amiben még mindig verhetetlen az Etov, illetve a terelhetősége 120 kg, ami pedig a vízállóságot illeti IP54-es besorolás kapott, vagyis a kisebb eső nem okoz neki kárt, de ne felejtjétek, viszkára nincsen garancia. Az Etov GT szériák mindig is híresek voltak, hogy egy icipici, már-már gyerek rollernek tűnő járműbe belepréselt a gyártó egy brutális nagy teljesítményi rollert. Vagyis röviden, gyorsak és erősek voltak a GT szériák. A GT Sportnál hasonló a helyzet, picit erősebb, picit gyorsabb és új szín változat került a palettába, viszont tempomat át az továbbra sincsen. A gyártó szerint akár 45%-os emelkedőt is képes megmászni, ami azért nem semmi. A GT szériákhoz tartozik egy telefonos applikáció is. Teljesítményre nincs panasz, hozzá amit elvárunk, azért hatótában lehetne kicsit többé 2023-24-ben, de a kényelem és a gondozásmentesség szintén maradt híven az Etovhoz. A kezelőfelület nem változott, viszont a nyomógombok csippanás hangja egy kicsit másabb lett, kár, hogy ezt nem lehet kikapcsolni, illetve ezzel együtt persze a duda hangja is másabb lett. Még mindig komplikált a menüben való turkálás, bár a sebességi fokozatot állíthatjuk az alkalmazásban is, de ha nincsen a telefon, akkor ez nem egyszerű helyzet. Nos, a kijelző nem változott, kár, mert én azért vártam volna valami extrém dolgot, ha már GT Sportról van szó. A kerékméret szintén nem változott, maradt a légcálás tömörgumi, ha őszinte szeretnék lenni, én jobban örültem volna, ha legalább a hátsó kerék egy kicsit szélesebb, hogy a dobfék hatékonyságát növelje, na de azért a gumikra nincsen panasz. Ilyen sebességnél már muszáj értelmes féket építeni a rollerre, hiszen a motorfék hatékonysága nem túlzottan combos. Szerencsére az Etov itt is beépítette a dobféket, ami jól működik, ha pedig kevés lenne, ott van még a sárvedőfék, vagyis így három különálló fékrendszert kapunk. Sokan nem szeretik a dobféket, és többen is jelezték, hogy egy tárcsafék jobb lett volna, viszont a tárcsafék elég macerás tud lenni. Én örülök, hogy maradt a dobfék. Egyébként a dobféken nekem volt a problémáim, zörgött és nagyon sokszor kiakadt, de hát ezt a srácok megcsinálták a szervizben.
Dugózás nélküli roller is jól használható, ahol sima az út, de a világ nem ilyen egyszerű, ezért az Etov rollerében szerencsére elől-hátul beépítésre kerültek a szokásos rugózás, ami iszonyat kényelmet ad. Szerencsére a könnyű súlyú embereknek is jó választás az Etov, mert 60 kg alatt is nagyon jól rugózik, én például ezért is szeretem. Az egyik fejlesztése a GT Sportban az akkumulátor kapacitás növelése, na de azért ne dobjuk el a hajszárítót. Egetrengető növelés nem történt, a korábbi GT szériának 7,8 amperórás volt a kapacitása, a GT Sportnak pedig 9,6 amperóra áll rendelkezésre. Jogos a kérdés, hogy miért nem kapott egy 14 amperórás akkumulátort, és lenne kicsivel nehezebb, és ezt azért megléphetné az Etov 2023-2024-ben, főleg, hogy a többi gyártó nem sajnál ezt azt berakni a rollereibe. A hatótáv egy izgalmas dolog, hiszen a gyártói oldalon feltüntetett 35 km-t csak bizonyos esetben érhető el, ezt egyébként írják is, hogy maximum 20 km per órás sebességgel és 70 kg-os terhelés mellett értendő, de átlagosan 25 és 35 km között van a megtehető hatótáv. Ez persze egy átlag felhasználónak mindig bőven elegendő lehet. A gyors töltésről híres az Etov, azonban a GT Sportnál a szokásos 3 amperes töltő helyett már itt is csak 2 amperes töltőt kapunk, viszont cserébe passzív hűtéses, vagyis ventilátor nélkül. Én nem vettem észre a nagy különbséget, de nehezen spóroljon. Aki sokat használja a sötétben a rollerét, az inkább vásárolna egy külső lámpát, sajnos nem túl izmos az első lámpája, ezen nem sikerült változtatni, valószínűleg a fogyasztás miatt. Én örültem volna, ha itt is egy kicsit erősebbek a lámpák, bár az is igaz, hogy nagyon szuper lámpákat lehet már vásárolni, szóval akinek igénye van a lámpára, az vásárol magának egy klassz cuccot, csak ugye nem nagyon van hely hova felszerelni. A GT szériák megjelenésével elérhető lett a telefonos applikáció is. Láttam már szebben összerakott alkalmazást, de alap dolgokra jó lehet, illetve applikáció örülteknek szintén, de ezt már ugye a piac meg is követeli. Na de nézzük, mit is kapunk 570.000 forintért, ami valljuk be őszintén nagyon-nagyon nem kevés összeg. Igazából három újítás van, amit meg kell említeni, egy új szín nyilván, egy kicsit nagyobb akkumulátor kapacitás, 7,8 helyett 9,6 amperórát kapunk, illetve egy picivel erősebb motor 10%-kal körülbelül. Megéri ezt a körülbelül 100.000 forintos plusz összeget? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogyha mondjuk korábbi verziós Etov roller van, mondjuk Booster, vagy S Plus, vagy Plus S, akkor talán megéri a csere. Ha pedig booster vid van, vagy GT szériád, hát akkor egyetemben nem éri meg lecserélni, csak abban az esetben, hogyha ez a szín neked nagyon tetszik, vagy esetleg, ha GT szériád van, és egy picikével nagyobb hatótávolságra van szükséged, mondjuk 5-10 km hatótávolságra, akkor érdemes lehet lecserélni. De egyébként használtan is elég jó árakban vannak már a GT szériák, szóval ez csak tényleg azoknak való, akiknek egy kicsit nagyobb teljesítmény és nagyobb hatótávra lenne szükségük. Nos, ennyi volt az Etov GT Sport. Hát remélem tetszett ez a videó is, kérlek szépen iratkozzatok fel csatornámra, ha pedig bármi kérdésetek lenne, nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba, vagy pedig várjátok titeket a Facebook csoportba is, találkozunk legközelebb is. Jó gurulást, használtok ki ezt a jó időt, hiszen nagyon gyorsan telik az idő, aztán itt lesz az esős évszak, úgyhogy addig is guruljatok egy jót, aztán persze pihenjetek is, vigyázzatok magatokra, én szép napot kívánok nektek, sziasztok!